Jó napot, jó szurkolást kívánok mindenkinek. A TVC-el jelentkezik a megyei labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A CVS-e Kemenes Magasi mérkőzésről, a kameránál Böcskei Zoltán, a riporter állásban pedig Dummel Otto. Ismertetem az összeállítást, a vendég Kemenes Magasi játszik ma majd sárga-fekete felszerelésben. A kapuban 79-es Bíró Tibor, 6-os Bors Barnabás, 2-es Verrasztó Bálint, 4-es Fodor Zoltán, 14-es Döbrönte László, 16-os Rosta Szabolcs, 9-es Csiszlér Martin, 12-es Kalmár Zsolt, 13-as Kovács Balázs, 5-ös Szele András és 10-essel Őri Ákos, a csapat edzője Szép Tamás. A cseréjék pedig 20-assal a kapuban Tóth Árpád, 8-assal pedig Tarci Alex, nem túl nagy a kispadjuk, tehát a CVS-e összeállítása, akik ma tiszta fehér felszerelésben játszanak, kék szöveggel és számokkal a hátul. 21-essel a kapuban Heiner Péter, 5-ös Bodor Tibor, 6-os Szu Ferenc, 9-es Boda Péter, 10-es Németh József, 13-as Györkös Gábor, 14-es Virág Martin, 15-ös Manganelli Zsolt, 18-as Baranyai Zsolt, 19-es Vajda László és 20-assal Gál Gyula. A csapat edzője Hegyi László, a cseréink 22-esel Kovács Krisztián, 2-essel Medgyesi Rihárd, 3-as Lendvai Gábor, 4-es Enyingi Márk, 11-es Mógor Krisztián, 16-os Enyingi Marcell és 17-essel Győri Gergely. A mérkőzés játékvezetője Bozsó Ferenc, asszisztensei Mészáros Péter és Kovács Jenő. Most egy tapasztalt bírói 3-ast kaptunk. Bozsó Ferenc 65-ös születésű, az egyik asszisztens Kovács Jenő 64-es, Mészáros Péter pedig 1985-ben született. Sok a fiatal a labdarúgó játékvezetők és asszisztensek között is. És az a szokás, hogy egy-egy tapasztaltabb játékvezető pár mellé tesznek egy-egy fiatalabb játékvezetőt, vagy asszisztenst éppen. Most aránylag tapasztalt hármas vezeti majd a mérkőzést, amelynek egyértelmű esélyese a Celi együttes. A bemelegítéssel ellentétes oldalt választottak a csapatkapitányok, és a Celiek kezdhetik majd a mérkőzést. Az első fél időben tehát mi játszunk nappal szembe, legalábbis a mi kapusunkat fogja zavarni. Hát gyűlnek a felhők, de talán kitart az idő, és nem fog esőbe torkollani se a szüreti rendezvények, se pedig a labdarúgó mérkőzés. Néhány pillanat, még a két asszisztens kocog ki az oldalvonal mellé, a hálók ellenőrzését követően jön egy labda is, újabb labda. Ez talán a jobbik, legalábbis ezzel fog elindulni a mérkőzés. Celiek kezdték tehát a találkozót, akik a mérkőzés előtt a negyedik helyen állnak a tabellán. Ő győzelemmel, egy vereséggel, 10-5-ös gólkülönbséggel, 15 ponttal, a vendégek pedig a 16. utolsó helyről nyitják ezt a fordulót. Eddig egy döntetlen sikerült kiharcolniuk, rögtön az első fordulóban Uralj faluban játszottak egy 3-3-as mérkőzést. Ez az egy pont eddigi sikerük, tehát idegenben érték el az egyetlen pontjukat, Manganelli Zsolt, ami azért figyelmeztető kell, hogy legyen, mi hazai pályán veretlenek vagyunk. 3 mérkőzésből 3 győzelem, Németh József középen elsodorják őt is és a labdát is. Döbrönte cselezgetett. 10-es Őri Ákos lövi kapura, ami talán mellé ment volna, de Heiner Péter azért szögletre tenyereli ki. Egy magasi lövéssel és szöglettel indult tehát a találkozó, a második percben járunk. Szele András fogja beívelni a labdát. Vajda fejeli ki, akinek leállt az eltiltása, 2 meccses eltiltást kapott, és újra
visszakerült így a kezdőben jobb hátvét pozícióban. Tehát a két belső védőnk, Bodor Tibor és Györkös Gábor, a két szélső védőnk, Virág Martin, aki ez éppen most került a labda, és a visszatért Vajda László Virág előtt játszik. Gál Gyula, középen Manganelli Zsolt Szu Ferivel, Németh Józsi a játékszervező, és Boda Péter az előre tolt csatárunk. Ők tehát Boda és Bodor Tibor a magasiból érkeztek az őszi kezdetre. Tehát korábbi egyesületük ellen játszhatnak ma. Boda. Virág Martin. Szutól pattan el a labda, Boda. Lép oda, Rosta Szabolcs hozza ki. Manganelli teszi hátra. Bodor és Boda tehát az ősszel már nem magasi színekben játszik, de még így is maradt jócskán olyan játékos a magasi együttesben, aki megfordult a celi csapatban korábban. Egy csínba adott labda vesztünk, csínba adott labdát vesztünk el, Döbrönte gyorsít föl középen. Pontatlan a labda Őrinek, Döbröntéhez kerül vissza. Szele. Rosta Szabolcs. Bodor próbálja megmenteni az alaponal előtt, visszatett labdája. Németh József csipivel szépen teszi Baranyai Zsolthoz. Baranyai is még a tavalyi szezonban, az őszi szezont magasinál töltötte, utána került át Celhez, tehát gyakorlatilag ő is egy korábbi néhány évig tartó egyesületénél egyesülete ellen játszik. Németh nagy harcban a labdáért. Vajda. Kifejelik a belső védők, Vajda próbálja összegyűjteni, de Rosta teszi előre Őri felé. Most a kezdőben Verrasztó Bálint, Döbrönte László, Rosta Szabolcs, Szele András és Őri Ákos a magasi együttesben, akik valamikor valamennyi ideig celi színekben is kergették már a labdát. De hát ez így normális, hiszen néhány kilométerre lévő két település közötti játékos mozgás azért nem meglepő. Vajdának kell hátra szaladni a labdáért. 5. perc. Egyelőre a vártnak megfelelően a magasi inkább védekezik és kontrára spekulál. Szu, ez most Maránnak gyorsan járattu körbe a labdát, Szu íveli át a hosszú oldalra, Gál Gyula vissza, közelről Baranyai. Baranyai Zsolt találatával 1-0 vezetett Feldöbörök az 5. percben. Hamar megszületik tehát a találat egy szép támadásból. Vajda beívelését Kál fejeli vissza, és Baranyai szinte a gólvonaltól 1 méterre helyez a kapuba. Újabb lehetőség Baranyai, és bíró tenyereli ki a labdát. Két korábbi hazai mérkőzésünkön igen nehezen sikerült nyerni, 2-1-0-ás győzelem a Haladás és a Vép ellen. Az első meccsünk ugye a Vasvár ellen volt itthon, de nézzük közben a beívelt labdát. Németh Józsi fogja beívelni. Szut mellel vissza, lövőhelyzetre Manganellinek.
és elhal a támadás. Tehát a Vasárral nyitottuk a hazai találkozókat, ott 3-0-ra vezettünk, mert az utolsó pillanatokban kaptunk egy gólt. 3-1, a másik két hazai mérkőzésen a Haladás, illetve a Vép ellen nehezen született mezőnyfölény volt, erőteljes mezőnyfölény mindkét együttes ellen, de nehezen akart megszületni a találatunk, ami aztán egy lett, és egy találatként, győztes találatként is jegyezhettük őket. Haladás ellen Szuferinek volt egy szenzációs mozdulatos lövése, a Vép ellen pedig Lesen állítja meg a játékvezető bodát. Vép ellen pedig a Györkös Gabi utolsó pillanatokban közelről belőtt labdájával szereztük meg a 3 pontot. Hát úgy tűnik, hogy talán ma nem lesz ilyen nehéz dolgunk, bár azért nem szeretném elkiabálni, hiszen szimpatikus, jó együttes a Magasi. Tavaly a 4. helyen végeztek a bajnokságban, 48 ponttal. Előrébb, mint a Cell, aki ugye a 6. lett 45 ponttal. Németh Józsi kocog át most ezen az oldalon is a szögletrugáshoz. Bodor és Györkös is elől. Most jön befelé a labda, rövidre kivágják a Magasi védők. Hát akik ugye nagy változásokon estek át, nagyon sok játékos hagyta el az együttest. Virág, nem Gál Gyula, bocsánat, most vissza Szunak. Németh József, Vajda. Vajda tempó előnyben, az rosszul emel be középre, bíró kezei közé. Szele Andrást szereljük szabálytalanul. Ő is ugye játszott néhány szezont itt a Celi együttesben. Németh József testet teszi maga elé, ő is gólhelyzetben is sikerül Gál Gyulának a 10. percben. 2-0, 10. percben. Gál Gyula. Hajrá, Szerdömölt! Hát hamar beindult a gólgyártás, 2-0 tehát a 10. percben. Most Gál Gyula sodorta be egészen közelről a labdát. Hát nehéz lesz megúszni a Gemenes Magasinak ezt most egy súlyosabb vereség nélkül. Csiszlér Martin, Kalmár Zsolt 96-os évjáratok, tehát 17 éves játékosok. Kalál föl tulajdonképpen a Magasi, cseréljük gyakorlatilag így is csak egy fő. Úgyhogy úgy tűnik, hogy más új csoportba tartozik idén a két együttes. Van miért visszavágnunk, hiszen az elmúlt őszi találkozót szeptember 2-án Magasiban 6-1 arányban vesztettük el. Ez a celdömölki labdarúgás történetének egyik legsúlyosabb veresége volt bajnoki mérkőzésem. Elég rossz emlékű
találkozó volt, ahol magasi pályán ugye nem csak az ellenfél el kell megküzdeni egy-egy együttesnek, hanem a játéktérrel is, ami elég egyenetlen és aránylag kis méretű pálya, rosta szerel, de csak átmenetileg, szele, szubocsánat, Németh József ismét a labdával, Verrasztó, Csiszlér keverget, Verrasztó vissza, ő előre vágja az üresbe, Györkös, nincs aki zavarja, nyugodtan átveheti. Ugye azon a 6-1-es mérkőzésen Boda Péter 3 gólt rugott, Baranyai Zsolt egyet, ők ugye most már a celi színekben játszanak, Velencei Tibor volt eredményes Döbrönte László mellett, Velencei Tibor ugye Sárváron focizik már azóta, Döbrönte az egyetlen, aki jelenleg is magasiban focizik, és pályán van jelenleg is. Kovácstól pattan majdnem rosszul el a labda, de megmenti a saját labdáját, aztán Fodor. Döbrönte összjáték, Fodor vágja előre, Őri Ákos feje mellett elmegy. Virág, Bodát ugratja ki jól, bent nincs érkező ember, Németh József gyorsít, Boda elviszi az emberek között, és Németh József emeli be. Hát ilyen gólt is ritkán látni. Egy magasi fiú lenni is marad. Ezek szerint a játékvezető ki szabadrugást tér kifelé, tehát nem adja meg a gólt, ugyan pontosan nem tudni miért, de hát innét nem látszott semmiféle szabálytalanság, igaz, hogy a magasi fiú lent maradt, de gyakorlatilag a kapufába rúghatott esetleg bele. Boda nagyon szépen vitte be a labdát, befűzte az alaponalnál még rátámadó védőket. Németh. Maradt át a 2-0, 15. percben. Szú, egy hosszú labda keresztbe, Németh. Túl magas volt, nem ért el a labdát. Bodor Györkös. De játékos magasi térfélen, beszorul 2-0 cel vezetése, és nem tud kijönni a szorításból a magasi együttes. Németh, Csiszlé mellett húzza meg, Németh, Boda, és talán szöglet, igen. Eddig 5 percenként estek a gólok, az 5. és a 10. percben, most a 15. járunk, és szögletet végezhetünk el. Újra Németh József a labda mögött, Györkös jön a rövid oldalra. Szói jut a labda. Középre Bodortól kapná vissza, kényszerítőt Szú. És Bíró ugrik ki a kapujából jól. Két gól ellenére Bíró Tibor csak dicsérhető a magasi együttesből. Talán egyetlen játékosként eddig. Szú a labda mögött, a negyedik szögletünket ívelhetjük be. És Bíró érkezik ki. Kipattan ugyan a kezéből a labda.
Döbrönte tartotta meg jól a labdát, aztán a labdája viszont pontatlan az átadása. Verrasztó. Virág. Bodorik kerül az előre vágott labda előre. Fodor Zoltán vágta előre. Györkös. Baranyait csúsztatná tovább. Píró kint a 16-os vonalánál szedi le a labdát. Talán egyetlen a kapus társadalomban, aki nem kesztyűbe véd, hanem kesztyű nélkül. Rosta. Átteszi a labdát Kovács Balázs felé. Virággal néz farka szemet Kovács. Ügyesen teszi be középre. Fodor át a bal oldalra. Vajdaj fejeli ki. Németh Józsika lemarad. Csiszlér szedi össze a labdát. Csiszlér lassan lőnetné is. Virág engedi el a feje mellett, és Heiner Péter gyűjti be. Kicsit kijött a magas együttes, erre a térfélre is áthelyeződött így a játék. A teli B közép pedig úgy tűnik elmegy egy kicsit torkot olajozni. Baranyai, így lehet, hogy nem látják a következő szögletünket. Ami most már az ötödik lesz a sorban. 19. perc, 2-0 Celiek javára. Az Ifit 14-0-ra nyert a magasi ellen. Sikerült tehát egy kicsit javítani a gólarányt az Ifinek. 5.-6. hely környékén lesznek majd a forduló. Teljes forduló után. Németh most íveli be. Bíró hozzáér a labdához, így megzavarja a fejelni igyekvőket. Szú. Manganelli. Teljesen egyedül üresen. Németh. Rostát csapja be. Tempó előnyben van már Németh. Aztán Verrasztó. Jól jön a rövid oldalon. Bors fejeli ki. Bors az ellentéte az előbbi fiatal évjáratok kint emlegetett játékosoknak. Ő 1969-ben született Bors Barnabás. Tulajdonképpen most a magasiak reaktiválták őt. Hiszen korábban már csak alacsonyabb szintű együttesekben játszott. Bors Barnabás és Tóth Feri, Tóth Fecó volt a két belső védőjük, Tóth Fecó az megsérült, így Bors Barnabás mellett most, ha jól látom, akkor igen, talán Kolmár Zsolt a másik belső védő, bár nem Verrasztó lesz a belső védő, Bodor, majd Boda teszi be, és jól érkezett Csiszlér, ha jól láttam, és ő vágja ki oldalra a labdát. Most már 21. perc, 2-0. Almár vágja előre, Györkös, Bocs Barnabás, és szaladhat vissza a helyére, Baranyai Zsolt, Csiszlér nem hagyja magát. Egyszer már átjátszott a Baranyai Csiszlért, aki utána szaladt, és sikerült rápatszenteni Vajda. Egyelőre könnyen vesztik el a labdát nagyon a magasi fiúk. Igaz, hogy most rám cáfolnak a céliek, mert ők is könnyedén. Na nézzük, Őri. Vajda. Virág Martin.
újraindulhat a támadás. Szuteszi át keresztbe Vajdának. Rosta. Nincs társa. Baranyai. Középen Manganelli indul. Pontatlan a labda. Szú. Szú lassan vihette volna talán. Gágyula. Középen Boda. Lesen is volt, de Lukat is rugott. Pedig könnyen meg lehetett volna a harmadik gól, ha eltalálja ezt, és nincs Lesen természetesen. Előmaradunk, szólnak a hátvédek a belső, a fent lévőknek, hogy ne engedjék kipasszolni a labdát. Virág Martin biztos, hogy nem lökött, de szele lepattant róla. Egy kis szusszanyásnyi idő a magasi játékosok számára. Szele jó 10 méterrel előrébb végezte el a labdát, de lefüleltük a gyors labdát. Németh József most már bent jár a 16-oson belül, bent Boda, nem ér el hozzá a labda, Verrasztó vágja ki. Csislér Szuferi. Virág. Manganelli. Virág, hátra, Györkös. Manganelli. Györkös, előre kéne játszanunk, Györkös lódul meg. Virág. Virág labdáját, ami beadásnak készült, de bement volna, és Bíró Zoltánnak kellett, Bíró Tibornak kellett kitenyerelnie. Ezzel hatodik szögletünkre ad lehetőséget, hatodik szögletünk elvégzésére. Most ismét német végzi el a szögletet. Lepattanó labda, lövés, lövőhelyzet, Bodor, kapufa. Mangon előtt a lövés lehetőség, kiteszi inkább Szunak. Rosta csúszik oda. Szépen teszi Bors. Nem Csislér volt, aki előre vágja, Őri gyűjti be az előre vágott labdát. Szele. Most 4-4-be mehetnek a magasiak. Szele. Őri Ákos. Lágyan íveli középre, Heiner szedi le, ütközik ugyan Kovács Balázsral, de harag nincs. Gá! Na nézzünk egy gyors kontrát. Német. Kicsit meglódult most a pálya, elég statikus volt eddig a játék. Német rontja el. Rosta, ügyesen be középre, Bors Barnabás, Szele, Szuf. Szerez két ember között labdát, német egyelőre Lesen volt, most adná, nem értették meg egymást. Kicsit a győzelem úgy tűnik, hogy koncentráció, vagy hát a két gól, eddig a gyors két gól a koncentráció rovására kezd menni. Bors. Rosta. Kovács Balázsnak nem pontos a labda, Virág. Indulhatunk újra előre. 26. perc, 2-0 céljavára, két gyors góllal az első néhány percben. Boda lépett, mozgott keresztbe, ezek szerint a labda elrugásának a pillanatában éppen előrébb lehetett. Legalábbis a partjelző így döntött. Ahogy mondtam, idegenben szerezte eddig egyetlen pontját a magasi. Rögtön az első fordulón ugye az Urajfa ellen egy 3-3. Aztán Rába Pattyon nagyon beleszaradtak egy meccsbe, 8-2-re kaptak ki. És a Szombathelyen a Királytól pedig 3-0 arányban.
ami nem azt mondom, hogy jó, de talán egy tisztességes eredménynek fogadható el. Hazai pályán még nem sikerült gólt elérniük. Magyar Szecsőd meglepetés csapat, számomra legalábbis mindenképpen, az újonc nagyon jól szerepel. 4-0-ra nyert Magasiban, Szani Jánosháza egy nehéz meccsen 1-0 arányban nyert, és legutóbb pedig a Répcelak 2-0-ra. Visszakerül Vajdáig a labda, Vajda az alaponal felé indul el. Vajda Manganellivel váltanak, és Manganelli hozza tovább a labdát. Györkös lövőhelyzetben nem vállalja be. Kiteszi inkább oldalra, pedig a bal lábára jött volna. Virág teszi be szépen, Györkös bólint, és bíró szedi föl a kapu közepébe tartó kicsit erőtlen fejest. Tehát legutóbb Répcelak verte a Magas együttest hazai pályán 2-0-val, ami tekintve, hogy a Répcelak eddig 100%-os, nem tűnik rossz eredménynek. Természetesen csak abból a szempontból, hogy nem les. Őri Ákos volt hajszállal is, de lesen. Első a Répcelak 18 ponttal, 6 meccsből 6 győzelem. 22 lőtt gól, ami azt jelenti, hogy hát majdnem 4-es átlagot hintenek eddig. Ugye is pont Magasinak sikerült megúszni a két találattal. Csak ezért, de talán dicsérhető az együttes. A Répcelak, aki sajtó szerint a játékosaiknak a Magasi mellett a pályával is meg kellett küzdeni. A Heiner jön ki messziről, kifutva a kapujából, a 16-oson belül tisztáz. Kovács Balázs futott versenyt Virág Martinnal. És jöhet a Magasi bedobás. Virág lendületből hozhatja föl a labdát, és sikerül lefülelnie az átadását Verrasztónak. Aztán Döbrönte keverget, és jut bedobáshoz. Szereteszi vissza. Bevágott labda középre, Modor fejeli ki, Bors zárkozik föl, nagy cselek és lövés, Heiner szedi föl. Rosta Szabolcs próbálkozhatott jó 12-3 méterről. Virág. Györkös. Vajda. Kiszlél bíróhoz. Modor jól érezte, hogy jön a labda, de nem sikerült megszelídíteni. Aztán egy taktikai szabálytalanság. Döbröntével szembe így vissza tud zárni ő is a saját helyére. Csiszléri veri föl, Modor visszabólintja, Manganelli szelidíti meg, aztán hátra Györkösnek. Vajda. Szú. Buda. Vajda. Középen adogatunk,
nem igen jut előrébb. Na most Virág meglódul. Boda, Les ismét. Boda Petinek jobban kéne figyelni a Lesre, hiszen már vagy harmadik, negyedik Lesre futása. Mint tettem már, hogy a Répcelek ugye 6 meccsből 6 győzelem, 18 ponttal természetesen vezeti a bajnokságot így a 7. forduló előtt. Fodor, második a János háza. 16 ponttal, tehát ők is veretlenek még. Kelemen Kornél jól összerántotta a János házi együttest. Harmadik a Sárvár 15 ponttal, és negyedik a Cel szintén 15 ponttal, ötödik a Magyar Szecsőd, a tavalyi Körmend megyei kettő körmendi csoport bajnoka, Virág. Heiner lépett ki már a kapuból, de Virág megoldotta. Baranyai Zsolt maradt lent egyelőre a hűvön, le is húzza az okniát, nem rúgjuk ki egyelőre a labdát, Baranyai a földön már, vagy hát a saját lábán, mert eddig is a földön volt, csak fekve. Virág. Kicsit adogatunk még, amíg össze szedi magát Baranyai, aztán Györkös hosszú előreívelése Gál felé, Gál nagyon gyors, Verrasztóval fut versenyt, aki jól fordul be. Kalmár veszti el középen a labdát, Szu. Kalmár fejjel, Manganel itt lökik el középen, kiváló szabadrugás hely, Bodor és Györkös is már sétál a labda felé. Amíg összeáll a sorfal szabadrugás, addig akkor befejezem, tehát a Magyar Szecsőd az 5. 13 ponttal, 6. Uraljúfalú 13, 7. a Király Szabadidő Egyesület 12, és 8. a Rábop egy 10 ponttal. Itt ez az első 8 tulajdonképpen a 10 pontos Rábapattyal a 8. helyen. Egy külön csoportot álltott Györkös fölé. A második csoport a 9-től 16-ig lévő csoportot a Vasvár alkotja 7 ponttal a 9. helyen, tehát már ők is 3 ponttal a 8-tól le vannak szakadva, tehát ők tulajdonképpen most ezt a szezont, ez a második csoport már elég nagy hátránnyal szedi, vagy kezdi. 10. a Kemenes alja 6 ponttal, 11. a Vép 4, 12. a Haladás 3, 13. a Szent Gotthárd 3, 14. a Bükk 3 ponttal, 15. a Kőszeg 1, és 16. a Kemenes Magasi szintén 1 ponttal. Hát vannak itt érdekes nevek ebben a második csoportban. Előzetesen nem erre számítottunk. De talán egy kicsit figyelmeztető is majd a celiek számára, hogy igazából az első csoport, az első 8-hoz tartozókat, ugye magunkat nem leszámítva, illetve magunkat leszámítva a 7 együttesből csak egyel játszottunk a Sárvárral, akitől ugye kikaptunk egy 3-2-es mérkőzésen Sárváron, tehát a többiekkel még nem játszottunk, hanem a hátsó régió csapatai ellen játszottunk eddig. Vajda, és hát még a mai meccsen is játszunk, Magasi, ugye a 16. utolsó helyen. Őri, Bodor, Györkös, Szu, Virág, Gál Gyula, Virág, jól tartotta meg a labdát. Baranyai lába mellett, de még eléri az oldalvonal mellett. Suhant el a labda. Próbáljuk egyik oldalról áttenni a labdát a másikra, súlypont áthelyezés, de sok passzal van idő áttolódni a Magasi együttesnek.
nem teszik meg azt a szívességet, hogy elrontják a tolódást, így aztán nem alakulnak ki kiugrási lehetőségek. Baranyai fejeli viszi a bedobást. Szú, német Józsi a labda. Szút ugratja ki, Csiszlér lép oda Szú elé, és engedi kicsorogni a labdát az alapvonalon túlra. Tehát eddig, ahogy említettem, a második csoportból játszottunk ugye a Vasvárral, a Véppel, a Haladással, a Szent Gotthárddal, a Bükkel és a Magasival játszunk most. Tehát hátsó régióból gyűjtögettük a pontokat, igazi rangadók majd ezután következnek, kezdve a jövő héten az Urai falu ellen, Baranyai. Ugye az előzetes letolgatás szerint nem lett volna ilyen sima kezdésünk, hiszen a Szent Gotthárd, a Haladás, a Vép, a Kőszeg, a tavalyi bajnok a 15. egy ponttal. Keményebb kezdést ígért, a Kőszeg ugye még nem játszottunk, Baranyai nem éri már az alapvonal előtt. De hát a Szent Gotthárd, a Bükk, Haladás, Vép, jobb csapatok, mint amit ennél a jelenleg a tavalyán elfoglalnak helyezésnél. Bár annak ellenére tulajdonképpen az első négy nem olyan nagyon meglepő, hiszen a Répcelak, Jánosház, a Sárvár, Cell 4-es azért fogadható volt nagy biztonsággal erre a négy pozícióra. Heiner. Megint les volt ezek szerint. Szele, szúb valanyakán. Kérdés, meddig bírják majd a magasiak. Kedves számukra mondjuk, hogy nem túl erős a tempó. De tudatosan lassítják maguk is a tempót. Ez a szabadrugás is most már lassan 20-30 másodperc mire elvégződik. Vajda. Baranyai. Csiszlér ér oda, és még nem is megy ki a labda, Rosta, Bodor becsúszása, Rosta Szabi lábán landul. Baranyai akadályozza meg a gyors szabadrugás elvégzést, nem mintha el akarták volna túl gyorsan végezni. Szele két játékos közé rúgta a labdát, se Rosta Szabi, se Őri Ákos nem érhette el. Bár mind a ketten tulajdonképpen abban az irányban mozogtak, amerre a labda ment. Virág. Szent Gotthárdon nagyon jól lépett be az utolsó percekben a támadásba. Tőle indult tulajdonképpen. Szú útközik Döbröntével. Verasztó, Bálint, Rosta Szabolcs, meglövi a lepattanó labdát, és bedobással jövünk. Vajda hóna alól lőtte meg tulajdonképpen a labdát, de kiszorított helyzetében csak ennyire kiflit tudott rugni. Kalmár, harcosan, Kovács, újabb szabadrugás a magasiak részére, 42. perc, itt az utolsó percek az első félidő vége felé kiegyenlítődnek, a labdabirtoklást tekintve legalábbis. Kicsit följött a magasi ezekre az utolsó percekre.
rosta a labda mögött. Elakad a labdája a sorfalban, így átváltotta bedobásra a szabadrugást. Ezt is ő végzi el. Kovácsról pattan ki a labda. Nem jutott el egy kapura lövésig a magasi együttes. Egy 150 néző lehet. Gondolom a szüreti rendezvények is visszatartottak néhány 10-20 nézőt. Talán majd a második fél időre 200-an is összejövünk. Ami nem sok, de például a Szent Gotthárdi 50-60 nézőhöz, vagy a Bükön legalább, és 56, Bükön is 50-60 néző volt, amiket így idegenbeli helyszíneken megtapasztaltunk, még mindig dicséretes. Német és Baranyai szerez közösen labdát, Bodóra 16-oson belül, bíró ment lábbal előle. Hetedik szögletünk. Jó lenne most már az egyikből valami eredményt is elérni. Igen, úgy látom Gál Gyula jön most át a szögletrugáshoz. Ezt eddig még nem vetettük be, ezt a csodafegyvert. Eddig Német Józsi és Szuferi rugdosta a szögleteket. Keményen jött be, de Györkös elől kifejelik a labdát, rosta robogja kifejelt labdáért, átjátsza Németh Józsit, hosszú oldalon Kovács Balázs, nem sikerül levenni a labdát, Manganelli vágja előre, Szu pödri ki, persze nem így akarta, hanem levenni, de így sikerült Kalmár. Györkös lép ki a védőfalból, Gál Gyula, Manganelli összjáték. Egyelőre a cserepadunk nem melegített az első fél időben. Vajda keveredett át arra az oldalra. Most koszog vissza ide a jobb hátvéd pozíciójába. Gál, Szu, és ebben a pillanatban lefújja a játékvezető, talán még egy kicsit korábban is az első fél időt, 2-0, tehát rövidesen folytatjuk. Rövidesen folytatódik a második félidő, amely tehát 2 gólos Celi előnnyel kezdődik. Az 5. és a 10. percben voltunk eredményesek, utána is szinte fölbillent a pálya, a magasiak csak néha-néha itt a második, az első félidő vége felé jöttek ki a szorításból. Igazi gólhelyzetet nem sikerült kialakítaniuk ettől függetlenül. A szünetben cserék nincsenek. És tulajdonképpen, ahogy nézem, ugyanúgy folytatódik a játék. Manganelli szerez labdát, és akad fönn Kalmár Zsolt lábán. Kalmár is a fiatal játékosok közé tartozik, ugye 96-os évjárat a magasi együttesből, 17 éves, tavaly még csak az IFI-ben játszott. Németh hátrajött labdát szerezni, Virág Martin.
Kovács Balázs. Döbrönte előtt ment el a labda, suhant el, Csiszlér fedezi a labdát. Kalmár teszi hátra, bíró, oldalra Csiszlérnek. Újabb elvesztett labda, Manganelli. Németh József, ügyes testcsellen, lövő helyzetben átemeli bíró fölött, de átemelni bíró fölött, aki számított erre. És jó, húzza le a labdát. Györkös és Őri fejelnek össze. Magasi szabadrugás következhet. Csiszlér. Rosta, jól húzza meg a bal oldalt. Györkös vágja ki, döbrönte elől a labdát, nem is megy ki a labda. Baranyai, Szú, Vajda. Vajda kerül az oldalvonalon túlra a labdával együtt. Szabadrugás nincs, bedobás van. Vajda most már talpon. Nagy mozgás nincs, hogy hova dobná a labdát, Boda kegyelmez meg rajta. És Baranyai tempó előnyben Németh József. Németh elgurítja ügyesen. Harmadik percben Németh József találatával 3-0. 3-0. A második idő harmadik percében. Gólozó Németh József. Ez szerencsésen lecsorgó labda középen. Németh lódul meg és elhelyezi a kapus mellett a labdát. Németh Józsikának ez az első gólja a szezonban. Ugye eddig 9-10 gólunk volt, amit 9 játékos rúgott. Az elmúlt meccsen Szent Gotthárdon Győrinek sikerült a duplázás. Ő volt eddig 2 gólos a csapatból. Most ugye Baranyai és Gál is most már 2 gólos, Németh Józsika pedig feliratkozik a góllövő listára. 3-0 tehát, bíró erről a gólról sem tehetett. Kovács Balázs, Rosta, lesen volt ezek szerint. Ötödik perc tehát, 3-0 a cél javára. Azt gondolom, hogy eddig se, de ezentúl végképp nem forog veszélyben a győzelem sorsa. A gólarány volt a kérdéses. Egyedül. Tulajdonképpen még ez a 3-0 egy tisztességes eredmény lenne a mai Magasinak. De hát messze nincs még vége a találkozónak. Gondolom sorba jönnek majd a cseréink. Kicsorog a labda, jöhet egy vendégbedobás. Verasztó. Adós vagyok még a tavalyi szezonnak a visszavágó meccsével, ami hát idén április 1-én volt, ahol a Magasi
itt ezen a pályán egy 0-0-ás döntetlent ért el, tehát tavaly 4 pontot szereztek ellenünk, mi meg ugye egyet csak velük szembe. Úgyhogy ez az idei szezon alkalmas a visszavágásra, Virág. Gágyula jól fedezi a labdát, Verrasztó ér oda időben. Német fordul be középen, Német Manganellinek, Manganelli meghúzza, meghúzná, de fönnakad Csiszléren. Ő is 17 éves, középen cselezget, Rosta. Kovács lépi át, Döbrönte szöktetni Őri Ákost, ez túl hosszú lesz. Gágyula nyakán Fodorral. Baranyai kéri messziről már a labdát. Rosta lépett, úgy tűnik most hátrébb egy sorra, és Csiszlér lépett előrébb, de lehet, hogy ez csak átmeneti dolog. Német, Szú, szép mozdulatokkal fűzzük a labdát tovább, kilövünk egy játékost, Vajda teszi be középen, Baranyai, és gól. Bíró még beleér ugyan. Baranyai Zsolt második találata. Baranyai Zsolt, a góllövő, második félidő, 7. percében. Bíró még beleír a labdába, de kezéről a jobb sarokba hull a labda. Négy nulla tehát. Többen mutogatják, hogy már csak 2 hiányzik az igazi visszavágáshoz. Erre van bőven idő. Döbrönte. Györkös. Hátra Heinernek. Virág. Gágyula. Fönnakad Borson. Boda segített, de kivágják a labdát. Bodor Virág Martin. Ügyesen fordulna vissza. Szele. Szerez labdát. Kovács. Gyorsan elvégezzük, nem tudunk cserélni, pedig ott áll most már Mógor Krisztián a csere lehetőség kapujában. Német, lassan lövőhelyzet, el is lövi, de fölé. Most akkor jöhet az első cserénk, a 10. percben Mógor Krisztián lép pályára, és mindjárt meglátjuk, hogy ki jön le Baranyai Zsolt helyére. Cserél a feli csapat, Mógor Krisztián megy pályára, és Baranyai Zsolt jön le. Baranyai Zsolt jön le. Ez a második félidő 9. percében. Baranyai ugye 2 góllal terhelte meg a magasi hálót. Most Mógor Krisztián folytatja. Szerkezeti váltás talán annyi, hogy Mógor lép be inkább játékszerzőnek, és talán Németh Józsika följebb megy. De majd meglátjuk. Németh József, Boda, Lesen. Kicsit gondolkodott a játékvezető, de aztán behúzta, úgy tűnik, hogy jogosan is. A 11. perc, tehát 4-0. Szú. És ahogy fárad az ellenfél, gondolom egyre nehezebben ússzák meg majd a támadásainkat. Őri Ákos, Rosta,
Rosta Szabi próbál egy cselt, Bodor szerez labdát, Mógol Krisztián egyből próbálja, de Csiszlér jól füleli a labdáját. Bors elveszti a labdát, túl kényelmesen Bodor, Boda jobban mondva, Boda, és a visszapattanó labdát ő helyezi a hálóba. Gól! Az ötödik gól megszületett. Boda Péter találata. Boda Péter találata, második fél idő 11. percében. Öt-nulla tehát, nem tudom, sikerül-e kedvet verni még a csapatba, magasi csapatba. Egyre kedvetlenebbül jönnek föl a középkezdéshez. Ugye most már hatodik alkalommal kezdhetnek egy... A tényleges, vagy hát a félidőkezdéskor ötször pedig gólt kaptak, Györkösen arakad el a labda. Egy céljuk lehet már tulajdonképpen a nagy vereség elkerülése, illetve lehet egy második is, hogy a szépség, vagy hát a vigasz találatot elérjék. Manganelli, Boda, Kárgyulának pörgetnék ki a labdát, Verrasztó pattan le, de játékvezető szerint nem történt lökés, túl könnyen adta meg magát Verrasztó, Bálint. Ő mind a hat meccsen eddig szerepelt. Bíró Tibor, Bors, Barnabás, Verrasztó, Bálint, Döbrönte László. Ők négyen játszottak eddig minden találkozón, minden mérkőzésén a magasi együttesnek. Birkás Tamás, aki Pápáról érkezett az együtteshez. Ő tulajdonképpen a házi gólkirály két góllal, ő most nem játszik. Még a Zág is húzza ezek szerint a magasi együttest. Ugye nálunk is két góllal volt gólkirály, házi gólkirály idén Győri Gergely. Most tulajdonképpen Baranyai átvette ezt a szerepet. Ő most már három gólos, ha így hirtelen összeszámolom. Gál két gólos, Németh Józsi egy gólos, és Boda is két gólos. Manganelli, szépen hozzuk ki eddig. Manganelli kapja. Szú mögé. Szú. Beszorul hátrafelé, nem mehet, inkább előre. Az is a helyes irány. Kettős cserére szánta el magát Hegyi László. És jöhet is a csere. Győri Gergely. És cseréleteli csapat. Ennyingi Marcell lép pályára. Győri Gergely és Ennyingi Marcell. Győri Gergely és Ennyingi Marcell lép pályára. Ennyingi Marcell cserélnek. Boda és Gál Gyula jön le. Boda és Gál Gyula is cserélnek. A második félidő 14. percében. Előfrissítünk tehát, Boda helyett Győri, a bal oldalon pedig Ennyingi Marcell, nagyon tehetséges játékos, fiatal játékos. '93-as, azt kerestem hirtelen, tehát 20 éves.
Györkös is itt a bal oldalon van, úgy látom, hogy nem tér vissza a védelem közepébe, és így két vagy három Mogor Krisztián felé ment a labda, de kicsit hosszú volt, nem vállalta be a lövést. Vajda húzza meg, fönnakad Csiszléren. Bodor jut szabad bedobáshoz, átengedi Vajdának. Ugor hátra Bodornak. Győri Gergely, nagyszerű gólt fejelt Szent Gotthárdon. Nagyon fontos találat volt. Manganelli. Bodor. Ügyesen. Enyingi Marcell. Nagy védés, de Mógor labdáját. Enyingi találata. Mógor találatát még kipiszkálják, de Enyingi Marcell kilövi a hosszú oldalt. Szintén gól. Enyingi Marcell találata. Enyingi Marcell találatával 6-0. Tehát egyre méretesebb az akó a magasi számára, és még mindig van egy jó fél óra vissza. Mogor Krisztián közelről lőtt, de még kipiszkálták a védők valahogy a gólvonal előtt. Enyingi viszont nagyon szépen kilőtte a hosszú sarkot. Györkös ugratja ki Mógort, Mógor tempó előnyben, kiteszi oldalra Enyinginek. Szú gyűjti be Manganelli elől, tempó döbrönte keverget középen, fönnakad a védőfalon Szú és Manganelli, két piócaként ragadnak rá, és szerzik is meg a labdát, aztán Szú Kalmárral nézeteltérésbe keveredik. És Szú Ferenc kap egy sárgalapos figyelmeztetést a 19. percben. Szú Ferenc kap. Szú Ferenc kap sárgalapot a második fél idő 19. percében. Kalmárral keveredett szóváltásba Szú Feri. Egyedül Bodor Tibornak kell vigyáznia, ő már 4 sárgalapos. Jó lenne, ha nem pontozódnak ki itt a komoly meccsek előtt, pedig hát van esély rá, hogy a következő, talán ezen a meccsen nem, de Uraújfaluba is nehéz lesz lehozni a meccset sárgalapok nélkül. Rosta Szabolcs végezhet el szabadrugást, Celi térfél közepén, hátra Döbröntéhez levágódó labda. Manganelli is tartó rá, Verasztó válja, hogy mi is történjen, aztán hátra teszi bíróhoz. 20. perc, 6-0 a céljavára. Verasztó rutinosan oldja meg. Újabb két csere a Celi együttesben. Még nem cserélünk, Györkös megtéveszti itt a riportert és a játékosokat is. Döbrönte viszont átíveli a műfüves pályára a labdát. Most tehát a csere. Enyingi Márk és Medgyesi Rihárd jön pályára. Dupla csere a Celi csapatba. Enyingi Márk és Medgyesi Rihárd. Medgyesi Rihárd és Enyingi. Enyingi Márk. Márk cserélnek. Virág Martin és Szú Ferenc jött le. Szú Ferenc és Virág Martin helyett állnak be a
Cseré és Virág Martin helyett. Virág Martin játszik. Jön le. Jön le. A második fél idő 21. percében. Nem láttam itt a betűtába szemelgőt. Jó, köszönöm szépen. Jó. Jó. Kihasználtuk tehát az összes cserénket, a magas is cserél, az egyetlen mezőn cseréjüket teszik be. Tarci Alex lép pályára, Őri Ákos helyett. No, tehát a cserékkel már nem kell foglalkoznunk tovább, mind a két csapat kihasználta a lehetőségeit, a cél mind az ötöt, a Magasi pedig azt az egy mezőn cserét, amelyiket benevezte. Györkös. Enyigi Marcell felé. Berasztó. Ér még hozzá, és így a falsot kapott labdát Bíró gyűjti be. Rosta Szabolcs. Tarci teszi tovább, Mógor ér oda, és Heiner ment lábbal. Szépítési lehetőségtől fosztottuk meg így a vendégeket. Kalmár fedezi a labdát, Manganelli szerzi meg tőle, aztán Enyingi Márk. Győrinek nem pontos a labda. Vajda, induljunk meg, Mógor Krisztián. Németh József, Enyingi Marcell, Enyingi, hát Bíró. Lesz is volt, de megy tovább, tovább engedi, Bíró cselezget középen. Györkös beívelhetni, nem íveli, nem vállalta be Enyingi Marcell. Enyingit futtatja, megint Verasztó, aki nagy lendülettel jön, és elgáncsolja Enyingi Marcellt. Nem tudom, mit vitatnak a magasi fiúk, de játékvezető irányába heves gesztikulációk. A lényeg nem változtat, Németh Józsika ívelheti be majd a szabadrugást a második félidő 24. percében. 6 gólos celi előny birtokában. Hát a hosszú oldalra Medgyessy fejeli vissza, de nem nagyon tudott mit kezdeni vele már. Bíró, gyors kirúgás, Rosta felé. Vajda, Heinerhez hátra. Jól oldották meg. Enyingi Márk. Györkös, bal hátvédet játszik. Utóbbi 5 percben már. Enyingi. Manganelli hátra Medgyessynek. Bodor Tibor. Németh. Mógor Krisztián. Fönnakad Kalmáron. Nem Kalmár volt, hanem Csiszlér Martinon, aztán egy szabadrugás Rostával szemben elkövetett szabálytalanságért. Ezen végzik el a magasi fiúk. Bors Barnabáshoz kerül hátra. Nincs kinek passzolnia, mutatja, kénytelen cselezgetni, erre egyszer már ráfűzött. Verasztó, meg is szerezzük a labdát, Enyingi Márk. Györkös.
Németh Józsefet ugratja ki szépen, bent középen Győri, egyelőre Verrasztó megállítja, Győri elő, kifejelik a labdát, Csiszlér, Enyingi, pontatlan egy kicsit, Vajda lendületből vezetheti rá, aztán visszateszi Mógol Krisztián egyből be, Mógol csúsztat, Németh József fejjel föl tátszá, Kovács Balázs gyűjti be. Enyingi Marcellel akaszkodnak össze. A sárgák dobhatják, a magasi vendégegyüttes Verrasztó. Kalmár. Tarci, elpattan előre a labda, Vajda fordít, Mógor. Mógor egyből be középre, pontatlan, Bíró húzza le. Vajda. Györkös. Manganelli, Vegyesi, Manganelli. Györkös, Enyingi Marcellel kényszerítő, pontatlan, de rátartottak a lábára. Györkös. Fodor akadt fönt. Ezt a Pennyfe nem játszottuk meg így. Hagyjatok enni ennek a gyereknek az. Mi ez a gyerek? Jó labda Mógor irányába, Németh Józseftől, Mógor egyedül vezetheti be bent középen, Győri kéri, és sikerül eltalálni Csiszlér lábait. Mógor Krisztián végzi el majd a szögletet. Egy idő után abba hagytam a számolását, de olyan 9/10 lehet. Györkös csúsztatja tovább, Megyesi próbálja begyűjteni, Németh Józsi kér itt a 16-os vonalánál. Lövő helyzetben senki nincs, így kénytelen hátra helyezni, Vajdától indulhat majd újra. Enyingi Márk. Mógor felé. Csisztér bólint bele, Györkös lövő helyzetben lassan. Verrasztó és Bíró, aztán Bíró jön ki a kapuból 11-es pontig. Megyesiről vissza egyből, Enyingi ügyesen viszi el, Enyingi, második sel is jó, Németh József, Németh lövő helyzetet keres, aztán sikerül mellé rúgnia. Ebben az esetben talán jobb lett volna, ha tovább nyomja a labdát, hiszen ott volt Mógol Krisztián is középen, meg Győri Gergely. 31. perc, 6-0. Celi szabadrugás, amit gyorsan elvégzünk. Mógor nagyon jól lép ki, szépen bent áll a 16-os mellől, tovább csúszik a labda. Beíveli Bors Barnabás, fejeli ki. Enyingi Márk zárkózik. Borsról újra kivágódik. Kalmár tréfálja meg a labda, Verrasztó. Na most aztán egy versenyfutás, Megyesi, és
De Bruyne között. Nem volt esélye magasi fiúnak. Bodor. Vajda bent tartja még a labdát. Csak sikerül elvesztenünk ott a jobb oldalt. Besűrűsödött nagyon a mezőny azon az oldalon. Csiszlér látványos eséssel mutatja be a szabálytalanságot. Bors Barnabás átengedi. Az elvégzést. Hú, de igen, rosszul sikerül. Mégis jó helyre kerül. Kovács ugratná ki. Rosta Szabolcsod. Bodor megingathatatlan sziklaként állott hátul. Vajda Tarcival. Ógor Krisztián vissza Vajdának. Jövő héten belépünk a sűrűjébe. Kovács kiharcol egy celi bedobást. Udolfóba látogat az együttes október 6-án. Aztán fogadjuk a Magyar Szecsődöt, majd Rábapatyra megyünk, fogadjuk a János házát. Aztán két idegenbeli meccs, a Király és a Répcelek ellen, majd az árufordulók, a Kőszeg itthon. Kemenes alja idegenben, Mógor felé, megint nincs les. Németh József középen kéri, tempó előnyben lepattan róla, de nem csak a Kalmár pattan le Németh Józsikáról, hanem a labda is elpattan hosszan. Bíró így be tudja gyűjteni, Bíró Tibor. Tehát most lesz egy olyan 5-ös, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meccses sorozatunk, ami az élbolyhoz tartozó együttesek ellen lesz. Manganelli, pontatlan a labda, Bors ér oda, és ráadásul ebből a 6 meccsből 4 idegenben lesz. Megjegyzem, idegenben eddig jól teljesített a gárda, Sárváron is a vereség ellenére jó meccset játszottunk. Bükön és Szent Gotthárdon meg pedig egyenesen jó volt a csapat, csipkedték magukat, motiváltak voltak. Nézzük a talán a 11. 12. szögletet, Mógor Krisztián, nem jól jön be a labda. Rosta, Enyingi Márk lohol a nyomában, és sikerül is oda bökni, Vajda fordulhat vissza. Enyingi. Enyingi Marcell, Verasztó lép oda, szabálytalanul, Enyingi tovább viszi. Györkös tekeri be középre, röviden kifejelt labdát Kalmár nyújtja meg, Manganelli, lövéshez készül, jó is volt, egy jó méterrel ment fölé, de 18-19-re nyugodtan rá lehet szúrni a labdákat. 36. perc, vélhetően nem sok hosszabbítási okot talált a játékvezető, úgyhogy egy 8-9 perc van még vissza. Egyre fáradtabban kelnek föl a magasi fiúk, Döbrönte. A labdája meg pedig egyenesen szinte csorogva sétál oda Kovács Balázs. Merrasztó, Döbrönte. Enyingi, Németh József. Németh József tempó előnyben egyedül fogja megoldani ezt most már. Sikerül kapufára rúg Győri. Győri pedig mellé gurítja. Igazából Németh Józsihoz akarta átpasszolni, hogy fejezze be ő. De Németh nem
várta ezt már, hanem úgy gondolta, hogy Győri egyedül fogja befejezni. Nem osz, nem szoroz ugyan, de azért ezeket az ellenfelet tisztelni kell annyira, hogy berúgjuk a labdát, hogyha ha úgy van. Györkös, német, érzi, hogy ez hosszú lesz. Győri, ügyesen mellel. Ugrott közben Mógor Krisztián, ő szerez labdát, ennyi Ingi Márk. Győri, nincs les, de van les. Hát, nem biztos, de lényeg, hogy behúzták a lest. Meggyesi és Rosta fut versenyt, és Rostáról megy ki a labda. Hát igen, itt így a végére azért egy 200 néző összejött. Lapos volt a labda, Mógor. Manganellit futtatná egyből, Manganelli. Mógor fordul le, Tarci akadályozza őt meg. Tarci a Szergényből érkezett. Eddig 5 meccsen játszott. Györkös a labda mögött. Innét ő szokta megtréfálni a vendégkapusokat, vagy hát a kapusokat egy rövid remek küldött labdával. Most beíveli a hosszúra szállát, és Győri feje felől szedik le. Bodor fordul vissza, de mellé teker, német Józsikával zavarták egymást tulajdonképpen. Hát hizelgő a magasira nézve ez az eredmény. Látszik, hogy nem is nagyon kívánják már játékba hozni a labdát. Jó, 6 perc van még vissza. Tarci Alex. Györkös. Györkös, Győri, ő lesen volt ezek szerint. Mógor Krisztián nem lett volna lesen, úgyhogy hagyni kellett volna talán, de hát... Egyesi bólintja vissza, Manganelli gyűjti be. Német, Vos fülelte le. Györkös lábára tartanak rá. Szele András kér elnézést tőle. Györkös sarokkal akarta tovább húzni a labdát, és ebben a mozdulatba talpalt bele tulajdonképpen Szele. Mógor. Kicsorgott közben a labda, hiába szerezte meg ennyi Ingi Márk. Mógor. Fodor fejeli vissza. Ez senki
Nem volt ott legalábbis Celi játékos. Heiner engedi be a 16-oson belőle, hát ma nem emlékszem, talán egyszer kellett védenie. Rögtön az elején volt egy szögletre tenyerelt labda, ami nem biztos, hogy nem a kapu mellett volt, de biztonság kedvéért kiütötte, aztán azon túl nem emlékszem, hogy védett volna. Manganelli, német, lövőhelyzet. Nem sokkal ugyan, de mellé Bors Barnabással ütköztek a lábak. Brönte fordul, Tarcitól kapja vissza szépen, Györkös. Megyesi, Enyingi. Megyesi, Kalmár szerez labdát. Heiner szerzi meg még az alapvonal előtt. Vajda. Enyigi Márk akad fönn szele lábán. Rosta Szabolcs pedig kibikázza a labdát érthetetlen módon. 43. percben sárgul be. Egy kis könyvelés még, Bodor mindjárt harsan a sípszó, és elvégezhette a szabadugást, jó 2 perc van még vissza. Bodor, Ógor Krisztián, Rosta, most 4-en fordulhatnak 3-ra. Tarci lövőhelyzetben, és fönnakad, mehet tovább. Magasi játékosok közül többen a fejüket fogják, hogy ez nagyobb helyzet volt, mint ahogy lett, mint amivé vált. Manganelli, Györkös, Fodor ugrott ki a védőfalból. Enyigi Marcell, Ógor. Vajdának tesz ide túl hosszú Csiszlér. Nem nagyon tudott variálni, az alaponal elő ki kellett vágni, egy oldalról jöhet bedobás. Gyorsan elvégezzük, Vajda meghúzza. Nem sikerül bíró fölött átemelni, és ebben a pillanatban jó 15 másodperccel előbb lefújja a játékvezető a második félidőt, mely tehát 6-0-val végződött. A folytatás jövő héten Uralumfaluban, mindenkit várunk a tévé elé, viszont látásra, viszont hallásra. Gratulálunk a csapatnak a győzelemre.